Hatodik lakás, hetedik fejezet. Azt gondolhatjátok, nővérek, különösen azok, akik még nem jutottak el ezekre a kegyelmekre, mert ha már élvezték őket, és az Istentől volt, megértik majd, amit most mondani fogok, akik már biztosak benne, hogy öröki örvendhetnek ennek, azoknak már nem kell félniük, sem bűneiket silatniuk. Ez azonban nagy tévedés lenne. Mert minél többet kapunk a mi Istenünktől, annál nagyobbra nő a bűnök miatt érzett fájdalmunk. És azt gondolom, amíg ott nem vagyunk, ahol semmilyen fájdalom sem érhet, nem fog ez elmúlni. Igaz, néha jobban szorongat, mint máskor, és a módja is más, mert nem a fájdalomra figyel a lélek, amelyet viselnie kell miattuk, hanem hogy milyen hálátlan volt ahhoz, akinek annyival tartozik, és aki annyira megérdemli, hogy neki szolgáljanak. Mivel a nagy dolgokból, amelyeket Isten közöl vele, sokkal jobban felfogja Isten nagyságát, megrémül, hogyan lehetett ilyen vakmerő, silatja, hogy milyen kevéssé volt rátekintettel, és ostobaságát olyan ostobának látja, hogy szüntelenül sajnálkozik, ha eszébe jutnak azok az igen alacsony rendű dolgok, amelyekért egy ilyen nagy fölséget elhagyott. Sokkal világosabban emlékszik ezekre, mint a kegyelmekre, amelyeket kapott, legyenek bár olyan nagyok, mint az elmondottak, vagy amelyekről ezután beszélek. Olyanok ezek, mintha egy kanyargós folyó hozná és vinni őket a maga ritmusában, míg a bűnök emléke olyan, mint az iszap, amely folyton elevenen él az emlékezetben, ami rettenetes kereszt. Ismerek valakit, aki amellett, hogy szeretett volna meghalni, hogy lássa Istent, arra vágyott, bár csak ne fájna neki olyan gyakran, hogy milyen hálátlan volt ahhoz, akinek annyit köszönhetett, és kellett volna köszönnie. Úgy érezte, senki rosszasága nem ér fel az övével, mert azt látta, hogy szinte senki sincs, akiért Isten ennyit szenvedett volna, és ilyen sok kegyelmet adott volna neki. Ami a pokoltól való félelmet illeti, ez nincs nekik, az a gondolat, hogy netán elveszíthetnék Istent, néha szorongatja őket, de csak ritkán. Minden félelmük az, hogy Isten ne engedje őket a kezéből, nehogy megbántsák, és olyan nyomorult állapotban lássák magukat, ahogy látták valamikor. Mert saját fájdalmukkal és dicsőségükkel nem törődnek. És ha vágynak is arra, hogy ne legyenek sokat a tisztító tűzben, az inkább azért van, hogy ne legyenek távol Istentől, amíg ott vannak, sem mint a szenvedések miatt, amelyeken keresztül kell menniük. Nem tartom biztonságosnak, bármilyen nagy kegyben álljon is egy lélek Istennél, hogy elfelejtse, milyen nyomorúságos állapotban volt valamikor. Bármilyen fájdalmas dolog is ez, nagyon hasznos, sok szempontból. Talán azért gondolom így, mert én is ilyen semmire való voltam, és ezért emlékszem rá folyton. Akik jók voltak, azoknak nem kell ezt ennyire érezniük, még ha mindig vannak is bukásaink, amíg ebben a halandó testben élünk. Ezt a fájdalmat egyáltalán nem enyhíti az a gondolat, hogy a mi Urunk már megbocsátotta és elfelejtette a bűnöket hanem inkább növeli, hogy ekkora jóságot kell megtapasztalnunk, és hogy aki nem érdemelt mást, csak a poklot, annak kegyelmeket adnak. Azt hiszem Szent Péternek és Mária Magdolnának is nagy ötrelem volt ez, hiszen olyan nagyon növekedett bennük a szeretet, annyi kegyelmet kaptak, és úgy felfogták Isten nagyságát és fenségét, hogy rendkívüli módon szenvedhettek, ráadásul ilyen mély érzelmekkel. Azt is gondolhatnátok, aki ilyen magasztos dolgoknak örvendhet, az nem fog a mi Urunk Jézus Krisztus szent emberségének titkain hiszen teljes egészében a szeretetben gyakorolja magát. Erről a dologról már részletesen írtam máshol, s noha egyesek ellent mondtak nekem, és azt mondták, hogy nem értek hozzá, mondván ezeken az utakon is, ami urunk vezet minket, s aki már túl van a kezdeteken, annak jobb az Istenség dolgaival foglalkoznia, és menekülni a testiektől. Én soha nem fogom elismerni, hogy jó út lenne. Lehet, hogy tévedésben vagyok. És az is lehet, hogy mindannyian ugyanazt mondjuk. De azt jól látom, hogy engem rászedne a gonosz szellem azon az úton. És elég tapasztalt vagyok ahhoz, hogy noha ezt már többször is mondtam, még egyszer azt mondhassam itt nektek: nagyon figyeljetek erre! És nézzétek csak, még azt is kimerem jelenteni: ne higgyetek annak, aki mást mondana. Igyekszem világosabban is kifejezni magam, ahogy másút tettem. Ha az illető netán leírta volna ezt, ahogy mondta, jobban kifejezte volna magát, ha részletesebben megmagyarázta volna. Ilyen formában azonban olyan dolgokkal együtt, amelyeket nem értünk annyira, sok rosszat okozhat. Sok lélek azt is érezheti, hogy nem tud a kínszenvedésre gondolni akkor hát még kevésbé tudnak a szent szűzre, vagy a szentek életére, amelyeknek emléke pedig olyan nagy hasznot és erőt ad nekünk. Én nem tudom elképzelni, mire gondolnak, hiszen, hogy minden testitől eltávolodva mindig a szeretet tüzében égjenek, az az angyali szellemek dolga, nem a miénk, akik halandó testben élünk. Nekünk sokkal inkább arra van szükségünk, hogy azokkal foglalkozzunk, azokra gondoljunk, és azok társaságában legyünk, akik, míg testben éltek, olyan nagy dolgokat tettek Istenért. Egyáltalán nem arra, hogy mesterségesen eltávolítsuk magunkat minden javunktól és orvosságunktól, amely a mi Urunk Jézus Krisztus igen szent embersége. És nem tudom másként elhinni, hogy ezt teszik. Csak is azért, mert nem értik magukat, és így nagy kárt okoznak önmaguknak és másoknak. Én legalábbis biztosíthatom őket, hogy nem fognak belépni ebbe a két utolsó lakásba. Mert ha elveszítik vezetőjüket, ami a jó Jézus, nem fogják megtalálni az utat. Sőt, nagy dolog lesz, ha másban biztonságban lesznek, hiszen maga az Úr mondja, hogy ő az út azt is mondja, hogy ő a világosság, és hogy senki sem juthat el az atyához, csak ő általa, és aki engem lát, az az én atyámat látja. Azt fogják erre mondani, ők más jelentést adnak ezeknek a szavaknak. Én semmit sem tudok ilyen jelentésekről, és nagyon jól elvoltam a fentiekkel, amelyekről mindig érezte a lelkem, hogy ez az igazság. Vannak olyan lelkek, és közülük sokan beszéltek velem erről, akik mikor a mi Urunk végre megadja nekik a tökéletes szemlélődést, szeretnének mindig ott maradni, ami nem lehetséges. Az Úr kegyelme azonban azt eredményezi náluk, hogy utána már nem tudnak a kínszenvedésnek és Krisztus életének titkairól úgy elmélkedni, mint azelőtt. Nem tudom, mi az oka, de nagyon gyakori, hogy az értelem kevésbé lesz képes az elmélkedésre. Azt hiszem azért van ez, mert az elmélkedés célja Isten keresése. És ezért a lélek, ha már egyszer rátalált, de az akarat tevékenysége folytán hozzá van szokva, hogy ismét keresse, többet nem akarja fárasztani magát a megértéssel. Azt is gondolom, ha az akarat már felgyulladt, ez a nagyszerű képesség, ha csak lehetséges, nem akarja felhasználni a másikat. És nem tesz ugyan rosszat ezzel, de lehetetlen lesz számára, különösen még el nem ér az utolsó lakásokig, és időt veszít vele, mert gyakran van rá szükség, hogy az értelem is segítsen felgyullasztani az akaratot. Jegyezzétek meg, nővérek, ezt a pontot, mert nagyon fontos és ezért jobban is meg akarom magyarázni. A lélek szeretne teljesen a szeretettel foglalkozni, és semmi mással, de nem teheti, hiába szeretni. Mert noha az akarat nem halott, de a tűz, amely felszokta gyújtani, kialvóban van, és kell, hogy valaki szítsa, hogy ismét hőt adjon ki magából. Vajon jó lenne, -e, ha a lélek ilyen szárasságban maradna, és az égből várná a tüzet, hogy elégesse az áldozatot, amelyet önmagából készít Istennek, mint Illés atyán tette? Természetesen nem. És nem is jó csodákra várni. Az Úr akkor adja meg őket, amikor ennek a léleknek javára válik, mint már mondtam, és még mondani is fogom. De ő felsége azt akarja, tartsuk magunkat olyan hitványaknak, akik nem érdemlik meg, hogy megadja őket, hanem magunkon kell segítenünk minden módon, ahogy tehetjük. És véleményem szerint erre szükség van mindaddig, amíg meg nem halunk, akármilyen emelkedett legyen is az imádságunk. Igaz, hogy akit az Úr már a hetedik lakásba helyez, annak igen ritkán vagy talán soha nincs szüksége rá, hogy ezen igyekezzen, abból az okból, amelyet majd ott mondok el, ha emlékezni fogok rá. De ott már folytonosan megvan, hogy nem szakadunk el Krisztustól, ami urunktól, olyan csodálatos módon, hogy az ő istensége és embersége mindig egyszerre a lélek társasága amikor tehát nincs felgyulladva az akarat említett tüze, és Isten jelenlétét sem érezzük, muszáj azt keressük, mert ezt akarja ő felsége, ahogyan a mennyasszony tette az énekekben, és a teremtményeket kérdezgetnünk, kiteremtette őket, mint Szent Ágoston mondja, azt hiszem az elmélkedésekben, vagy a vallomásokban és hogy ne legyünk bolondok, időt vesztegetni azzal, hogy arra várjunk, amit egyszer megadtak nekünk, mert lehet, hogy az első időkben nem adja meg az úr újra egy évig, sőt, többik sem, ő felsége tudja, miért. Nekünk nem kell akarnunk tudni az okát, és nincs is miért. Hiszen ismerjük az utat, amelyen járva meg kell felelnünk Istennek, a parancsok és tanácsok követése által. Ezzel járjunk nagyon szorgalmasan, és gondoljunk az ő életére és halálára, és arra a sok mindenre, amivel tartozunk neki. A többi jöjjön, amikor az Úr akarja. Itt szokták azt válaszolni, hogy nem tarthatják fel magukat ezekkel a dolgokkal. És ami a korábban mondottakat illeti, talán valamiképpen még igazuk is volna. Már tudjátok... Hogy egy dolog az értelem segítségével gondolkozni, és más az, amikor az emlékezet mutat meg igazságokat az értelemnek. Talán azt mondjátok, nem értetek meg, és valóban lehet, hogy nem értek hozzá, hogyan mondjam el, de úgy mondom, ahogyan tudom. Elmélkedésnek azt nevezem, amikor sokat gondolkodunk értelmünkkel a következő módon. Elkezdünk gondolkodni azon a kegyelmen, amelyel Isten ajándékozott meg azáltal, hogy nekünk adta egyetlen fiát, és nem állunk meg ott, ha nem tovább lépünk egész dicsőséges életének titkaihoz. Vagy elkezdjük az imádságnál a kertben, és nem áll meg az értelem a keresztre feszítésig vagy a kínszenvedés egy állomásából indulunk ki, mondjuk az elfogatásból, és ezzel a titokkal haladunk, részletesen végig gondolva mindazokat a dolgokat, amelyekre gondolnunk kell benne, és amelyeket éreznünk kell, júdás árulásától az apostolok meneküléséig, és a többit. Mindez csodálatos, és nagyon érdemszerző imádság. Azt mondom, igazuk van abban, hogy akiket Istennek sikerült a természet fölötti dolgokra és a tökéletes szemlélődésre vezetnie, azok, noha nem tudom az okát, mint mondtam, rendszerint nem képesek erre. De nem lesz igaza, ha azt mondja, nem vesztegetheti az idejét ezekkel a titkokkal, és nem foglalkozhat azokkal gyakran, különösen, amikor a katolikus egyház ezeket ünnepli. Az sem lehetséges, hogy elfeledkezzen róluk a lélek, aki a szeretet olyan értékes jeleit kapta Istentől, mert élő szikrák ezek, hogy jobban lángra lobbantsák azt, ami, ami Urunk iránt él benne. Ha csak úgy nem, hogy nem érti, mert már tökéletesen módon fogja fel ezeket a titkokat a lélek, amelynek az értelem mutatja őket, és belevésődnek az emlékezetbe oly módon, hogy csak az Úr látása, amint a földre hull és csodálatos módon verejtékezik a kertben, elég neki nem csak egy órára, hanem sok napra is, egyszerűen szemlélve ki ő, és milyen hálátlanok voltunk egy ilyen nagy fájdalommal szemben. Majd segítségére siet az akarat, még ha nem is gyengétséggel. Arra vágyva, hogy megszolgálja valamelyest ezt a nagy kegyelmet, és szenvedjen azért, aki ennyit szenvedett, és más hasonló dolgokban, amelyek az emlékezet és a megértés feladatai. Azt hiszem, ezokból nem képes előrehaladni a kínszenvedésről való elmélkedésben, és emiatt érzi úgy, hogy nem tud erre gondolni. És ha nem így van, akkor nagyon is igyekezzem megtenni, mert tudom, hogy nem fogja akadályozni a nagyon emelkedett imádságot. És nem tartom jónak, ha nem gyakorolja magát igen sokszor ebben. Ha ennek során felfüggeszti őt az Úr, az nagyon nagyszerű, mert noha nem akarta, ott hagyatja vele azt, amiben van. Nagyon biztos vagyok benne, hogy ez a módszer nem akadályoz semmit hanem nagy segítség lenne minden jóra, ha sokszor élne az elmélkedéssel, ahogy az elején mondtam. De úgy gondolom, nem lesz képes erre, aki már többre jutott. Bár lehet, hogy igen, mert sok úton vezeti Isten a lelkeket. De nem ítéli el azokat, akik nem tudnak ezen az úton haladni. Arra sem ítéli őket képtelennek, hogy olyan nagy javakat élvezzenek, amilyeneket a mi javunk Jézus Krisztus titkai foglalnak magukba. Sem azt meg nem érteti velem senki, bármilyen szellemi legyen is, hogy jól halad így. Kezdetben, sőt, még később is előfordulhat, hogy bizonyos lelkek, amint elkezdenek eljutni a nyugalom imájára, és megizlálni a kellemességeket és ízelítőket, amelyeket az úrad nekik, úgy tartják és azt hiszik, az a legnagyobb dolog, hogy mindig ott legyenek, és mindig ezt ízlelgessék. De higgyenek nekem, és mint máskor is mondtam, ne ittasodjanak meg annyira, mert hosszú az élet, és sok szenvedéssel jár. És ami dicsőséges Krisztusunkra kell tekintenünk, hogyan viselte el őket, és az ő apostolaira és szentjeire, hogy mi is tökéletességgel viseljük el ezeket. Nagyon jó társaság a jó Jézus ahhoz, hogy ne szakadjunk el tőle, és az ő igen szent anyjától, és nagy örömet szerez neki, ha átélezzük az ő szenvedéseit, még ha olykor ezért el is hagyjuk saját örömünket és tetszésünket annál is inkább leányok. Mert nem olyan gyakori ez az ajándék az imádságban, hiszen nincs idő mindenre. És aki azt mondaná, hogy állandóan ezt érzi, azt gyanúsnak tartanám, és azt mondanám, soha nem tapasztalta meg azt, amiről beszél. Így tekintsétek, és igyekezzetek kijutni ebből a tévedésből, és kiózanodni minden erőtökkel. És ha ez nem lenne elég, mondjátok meg a perjelnőnek, hogy adjon nektek olyan sok gonddal járó feladatot, hogy elmúljon ez a veszély. Mert legalábbis az ész és a fej számára igen nagy baj lenne, ha sokáig tartana. Azt hiszem sikerült világossá tennem, hogy bármilyen szellemiek legyenek is, nem kell annyira menekülniük a testi dolgoktól, hogy úgy érezzék, még a legszentebb emberség is kárt okoz. Arra hivatkoznak, amit az Úr mondott tanítványainak: szükséges, hogy ő elmenjen. Én ezt ki nem állhatom. Világos, hogy nem mondta ezt az ő legszentebb anyjának, aki szilárd volt a hitben, mert tudta róla, hogy Isten és ember. És noha Mária jobban szerette őt, mint ezek, annyira tökéletes volt, hogy ez inkább segítette őt. Akkor még bizonyára nem voltak olyan szilárdak az apostolok a hitben, mint később lettek, és amilyeneknek most nekünk is jó okkal kell lennünk. Azt mondom nektek, leányok, veszélyes útnak tartom ezt, amelyen a gonosz szellem eljöhet, hogy elvegye odaadásotokat a legszentebb szentség iránt. Az a tévedés, azt hiszem, engem is elért, Noha nem olyan súlyos, mint ez, hogy ne annyira ami mi Urunkra, Jézus Krisztusra szeresse gondolni, inkább az elmerülésre és az ajándékokra várakozzam. És világosan láttam, hogy ez rossz felé visz, mert nem lehet mindig ebben lenni. A gondolkodás fel alá járkált, és a lélek olyannak tűnt, mint egy repkedő madár, aki nem találja, hová szálljon le. Sok időt veszített és nem növekedett az elényekben, sem nem gyalapodott az imádságban. És nem értettem az okát. És azt hiszem, nem is érthettem, mert nagyon biztosnak látszott, amíg csak nem beszéltem Isten egy szolgájával, az általam végzett imádságról, és ő nem figyelmeztetett rá. Utána világosan láttam, mennyire hibáztam, és soha nem szűnik megnyomasztani, hogy akármilyen kevés ideig is, de nem fogtam fel, milyen rosszul járhat az ember ilyen nagy veszteséggel. És ha tudnék, se akarnék semmilyen más javat szerezni, csak azt, akitől összes javaink jönnek. Legyen mindig áldott. Ámen.